A mai nappal elindult a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete által kezdeményezett Strike Hét. Sajtóhírek szerint a tankerületek kemény retorziókkal fenyegették meg az intézményvezetőket, akik bármilyen formában hangot adnának véleményüknek. A tapasztalatokról Ravasz Ágnessel beszélgetünk. Az egy alapkérdés, amit itt láttunk is, hogy holnap ki fog tanítani. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Például ma mennyien nem tanítottak? Mekkora volt a sztrájk hajlandóság? Hát folyamatosan jönnek az információk a PDS e-mail címére, illetve arra a Forms nyomtatványra, amit megadtunk, hogy értesítsenek minket a sztrájk hajlandóságról, meg a sztrájkoló pedagógusok megvalósult sztrájkjairól intézményenként. Hát több ezren jelezték már eddig a sztrájk hajlandóságot is, tehát ezen a héten, a mai, a hétfői nappal kezdődő sztrájkra. A mai napról is van már néhány ezer információnk, nem tudjuk pontosan még mennyi. Hát ezeket nyilván összesíteni igen. kell. Hát 5 és 10 ezer között is elképzelhető a sztrájkolók száma, tehát folyamatosan. Önök hol látják a sikert jönnek ebben a dologban? Tehát hogy tud ez a sztrájk, ami hát olyan, amilyen, mert hogy olyan a törvény adta lehetőség, amilyen, ugye ez is az egyik sztrájk követelésük, hogy ne ilyen legyen a pedagógusokra vonatkozó sztrájktörvény. Tehát hogy tud ez sikeressé válni? Mi a siker? Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mi a siker, hiszen már egy év óta ennek a folyamatnak a részesei vagyunk, és nem nagyon látjuk egyelőre, hogy lenne siker. Tehát ez a siker lehet, hogy a jövőben meg fog valósulni, nagyon reméljük, tehát semmiképpen sem szabad föladni. Én azt gondolom, hogy az a siker, hogy még itt vagyunk, és csináljuk, és tesszük a dolgunkat. Az csoda, nem siker, az csoda. Hiszen ragaszkodnunk kell a jogállami keretekhez, bár nagyon látjuk, hogy sajnos erről most már egyre kevésbé van szó. Mit gondol a Brassó utcaiak leveléhez? Ugye a Brassó utcai általános iskola tanárai egy nyílt levélben fogalmazták meg, hogy ők bár egyetértenek mindazzal a követeléssel, hiszen eddig is egyetértésüket mutat, amit a sztrájk követelések között megfogalmaznak, de mégsem sztrájkolnak, ők maradnak a polgári engedetlenségnél, mert ez a sztrájk úgy, ahogyan zajlik, ez a sztrájk, ez a kormányzat szándéka szerint működik, a polgári engedetlenséget pedig gyakorlatilag most már teljesen nyíltan egy eltolt kirúgással bünteti a kormány, tehát akkor ők maradnak ennél a formán. Nem, mit gondol erről? Hát mi azt gondoljuk, hogy azért minden ellenállásnak és minden véleménynyilvánításnak kell, hogy legyen joga. Tehát, hogyha ők úgy gondolják, hogy ezzel segítik a közös ügyet, az oktatás ügyét, hogy talán megoldható, hogy ki fog holnap tanítani, tehát ez a folyamat valamikor meg fog állni, akkor tegyék ezt. Mi, mint szakszervezet, bárkinek, aki a polgári engedetlenség mellett jogsegélyt adunk, mi sztrájkot szervezünk, egyébként a hozzánk jövő információkból azért látjuk, hogy most már viszonylag alacsonyabb a polgári engedetlenkedőknek a száma. Hát főleg is sztrájk idején nagyjából nincs is értelme. Csökken. Mi dolgunk van nekünk szülőknek és a mi gyerekeinknek ezzel a sztrájkkal? A szülőknek mindenképpen az a dolguk, hogy a sztrájkoló tanárok mellé álljanak, hiszen az ő gyerekeik jövőjéről van szó. A gyerekeknek, a felnőtt gyerekeknek, akik már önállóan tudnak dönteni, hát nekik is az a dolguk, hogy álljanak a tanáraik mellé. Vagy hát lehetőségük legalábbis, persze. Igen, úgyhogy mi ezt is szeretnénk, ezt is várjuk, hogy bár azt látjuk, hogy azért egyre nehezebb, tehát egyre inkább a gyerekek, a szülők talán most már kevésbé teszik azt, hogy nem küldik az iskolába a gyermekeket, bár ugye hallottunk olyanról is, hogy középiskolában volt ma is ülő sztrájk, tehát lesz is még. Tehát mi nagyon szeretnénk, hogy ez a kicsit ilyen szkepticizmus, amit most azért érezni lehet, hogy ez megszűnne, vagy megváltozna, vagy azt éreznék, hogy ezt nem szabad föladnunk. Hát minden esetre ez a mi közös ügyünk, szülőké, gyerekeké, pedagógusoké, és ilyen módon az egész társadalomé, az egy más kérdés, hogy ezt az ügyet mindenki másnak látja, másképp értékeli, ez meg a világ legtermészetesebb dolga. Tehát akkor sztrájk a következő napokban, és ezen a héten végig.
Aztán, hogy mennyien sztrájkolnak, az meg ki fog derülni. Ravasz Ágnes, a PDS ügyvivője. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Lampi Ági következik, a mai téma pedig. Szia, Ági! Szervuszegon! Jó estét kívánok a nézőknek is. Így van, mai téma. Arról fogunk beszélgetni, hogy Orbán Viktor hát beszédet tartott Szatmárcsekén a Magyar Kultúra Napja alkalmából, és hát egyebek mellett az orosz-ukrán háborúra, illetve annak magyar vonatkozására is utalt, és azt mondta, hogy idézem, az önmagunkhoz való ragaszkodás az az erény, amivel kiérdemeltük a túlélést, és ezért nem tudnak csapdába csalni ma sem azok a szirén hangok, amelyek arra csábítanak, hogy álljunk a történelem jó oldalára. Úgyhogy erről is beszélgettünk meg arról, hogy közben úgy tűnik, hogy változott a kormány álláspontja, mivel hogy a múlt héten még ellenezte, most viszont már támogatja, hogy az EU újabb 500 millió euróval növelje az Ukrajnának szánt fegyvervásárlásokat. Erről is beszélt egyébként Szijjártó Péter Brüsszelben, meg arról is, hogy hiába kezdődött egy új év Brüsszelben, semmi nem változott, ugyanaz a háborús hangulat uralkodik a külügyminiszteri tanácsülésen, és szó volt egyébként a készülő 10. szankciós csomagról is. Erről is beszélgettünk meg a háború legfrissebb eseményeiről is, például arról, hogy Moszkvában egyfajta háborús készülődés kezdődött, néhány kormányzati épületre védelmi eszközöket telepítettek, úgyhogy számos kérdés. A vendégek már itt vannak, Mesterházi Attila, Gyarmati István és Kis Rajmund vannak itt, velük beszéljük át ezeket a témákat, úgyhogy várom a nézőket néhány perc múlva. Szakértőket hívtatok, úgy aztán nyilván izgalmas is lesz. Ági, köszönöm szépen az ajánlatot, tehát akkor Ágival érdemes tartani a következő bő egy órában, és remélem, hogy velem is itt lesznek holnap este 19:25-kor, amikor ismét jön az egyenes beszéd. Szép estét önöknek, viszontlátásra!